Szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket. Hisszük, hogy az Úr készített most is alkalmat nekünk arra, hogy az ige mellett időzzünk, illetve hogy keressük az Úr személyes üzenetét. A Máté evangéliuma 5. részéből olvasom az igét, a 6. verstől következik. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Mindenki vágyik a boldogságra. Az embereket szíven találta ez, mikor Jézus a boldogság titkáról beszélt, valami másra számítottak sokan, itt pedig valahogy Jézus egy más nézőpontból közelíti meg a boldogságnak a lényegét. Itt a 6. versben arról szól, hogy azok a boldogok, akik éheznek, szomjaznak az igazságra. Jézus korában is nagyon sok önelégült ember élt, akik azt mondták, hogy ők a Tórának jelentős részét tudják, gyerekkoruktól fogva hallották, ők nagyon meg vannak elégedve magukkal, és nem igénylik különösképpen azt, amit Jézus mond, hogy az embert a Szentlélek vezeti, eligazítja, hogy erőt ad. A jó lakott ember úgy van, hogy hát, hogyha újra süteményekkel, meg finom ennivalókkal kínálják, azt mondja, köszönöm szépen, már többet nem tudok elfogadni. Tehát átvitt értelemben van ilyen jó lakottság, hogy nem akarom elfogadni az Úrnak az újabb áldását, táplálékát, amit ő készített nekem. Pedig erre igazán nagy szükségem volna. És a beteg ember is olyan, hogy nem kívánja az ételt. Elkészítik neki a finom húslevest, vagy mit is szoktak készíteni, különböző finom, könnyű ennivalókat. Sajnos azt mondja, hogy nem. És hát mi is lehetünk ilyen állapotban, hogy nem akarjuk befogadni az igét, amit az Úr mond, a megújulásra hívó szót, az újrakezdést, a megtisztulást, és hogy ez egy siralmas állapot. Nekünk tudnunk kell azt, hogy a lelkünk táplálását nem hanyagolhatjuk el. Ha fizikailag nem táplálkozunk, már úgy délben érezzük, hogy reggel nem ettük. Pláne, hogyha kimarad a reggel is, meg az ebéd is, akkor már nem olyan jól érezzük magunkat. De hogy van ez, hogy lelkileg viszont nem érezzük ezt az éhséget? És hogy megvagyunk reggeli nélkül, ebéd nélkül, vacsora nélkül, hét számra, hogy nem kívánjuk Isten igéjét, és nem hiányzik. Jézus azt mondta, hogy a boldogság ott kezdődik, amikor neked hiányzik az Isten igéje, és te szeretnéd magadhoz venni, befogadni az életedbe. Én azért úgy gondolom, hogy az ember nem veszi észre, hogy hiányzik, vagy nem tudja, hogy mi hiányzik. Buskomorok vagyunk, szomorúak vagyunk, levertek vagyunk, nincs erőnk
a dolgaink helyes végzéséhez, örömtelen az életünk, békétlenek vagyunk, azonnal fölcsattanunk, agresszívek vagyunk, aztán a magány körülvesz bennünket, és nem is vesszük észre, nem tudjuk, vagy nem akarjuk tudni, hogy ami hiányzik, az Isten vigasztaló szava, az Isten szava, és hogy ez be tudja tölteni ezeket a szükségeket, ezeket az üres helyeket, és be tudja tölteni az értelmünket, érzelmünket, motiválni tudja az akaratunkat. Nagyon szeretem az Ámos könyvében ezt az igét, amit nagyon szívesen megosztok a testvérekkel. Azt mondja a próféta, hogy imé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsájtok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Én gyerekkoromtól abban a kiváltságos állapotban kerültem, hogy hallottam Isten igéjét. Úgy mentem minden nap az iskolába, hogy a diakonissa nénik az árvaházba egy aranymondással kezdték a napot, és azt mindenki megtanulta. Rövid kis aranymondások voltak, de egész nap lehetett belőle élni. Lehetett az Úr békességében lenni, erőt jelentett a számomra, és bár sokszor egyedül voltam, és ugye az árvázi gyereket az iskolába is lenézték a többiek, de hogy az Isten ígéje olyan táplálék volt a számomra, mint a kenyér. És a mai napig is, azóta is olvasom Isten ígéjét, és erőforrás a számomra, és hogy amikor az életemnek volt egy olyan szakasza, hogy elmaradt a napi ige olvasás, akkor megdöbbentem, amikor újra hallhattam a hirdetett igét, hogy hiszen hát ez hiányzott nekem. Hát enélkül szűkölködik az életem. Hát ezért nem tölti el az életemet, a szívemet, lelkemet, a megelégedettség, a harmónia. És az Isten beszédének a hallgatása, a hirdetett igének a hallgatása igazi örömet és boldogságot jelent. Olyan sokszor újongok, amikor hallom a testvéreim ige hirdetését, és az Úr személyesen megszólít rajta keresztül. Így volt Izrael népe is, amikor igazán rádöbbent arra, hogy az életéből, ami legjobban hiányzik, az az Isten igéjéhez való ragaszkodás. És amikor Izrael népe ragaszkodott az Úrhoz, Isten beszédéhez, az igéhez, a mózesi törvényekhez, akkor olyan áldásba volt része, ami a környező népeknek nem volt meg. És a mai napig is olyan csodálattal hallgatom a zsidó testvéreim ige hirdetését, hogy Isten szent lelke és az igének az a tiszta világossága, hogyan árad belőle és belőlük, és hogy erre kell törekednünk, ha jól lakunk, idézőjelbe, ha betölt bennünket Isten igéje, akkor van mondani valónk. Van vigasztalásunk a megszomorodott szívek számára, van olyan üzenetünk az Úrtól, ami erőt ad másoknak, és ez egy nagyon csodálatos élet. Aki hagyja, hogy éhezzen és szomjuhozzon, Isten beszéde nélkül éljen, aznak nagyon sovány, hervatag a mindennapi élete, és az Úr ezt a jóval akar bennünket betölteni, ezért mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhoznak az igazságra, mert hogy Isten beszéde, igazsága, törvénye megelégít minden embert.
Úgyhogy nagyon bátorítok mindenkit, aki még nem napi igeolvasó, és aki kicsit elhanyagolta az Isten beszédével való közösséget, hogy ezt meg lehet újítani, és az Úr megelégít, minden problémánkra választ ad. Én nagyon szeretem az Isten igényét. Még itt ezen gondolkozom, hogy boldogok, akik éhezik és szomjaznak az igazságra, vagy magát az igazságot. Tehát itt emögött én azt sejtem, hogy azt akarja Jézus mondani, hogy boldogok azok, akik vágynak arra, hogy az Úr megkegyelmezzen nekik, a bűneiknek, és igaznak nyilvánítsa őket. Ők azt gondolták, hogy a farizeusok, híres tudók, hogy ők igazak, és nem vágytak tulajdonképpen arra, hogy a kegyelem az életüket mássá tegye. Tehát boldogok, akik szomjúhozzák, éhezik az igazságot, vagyis hogy egy ilyen átalakító munkájára várok az Úrnak. Ez fontos nekem, hogy az életem megtisztuljon, igaz legyen. Ez a kegyelem által következik be. Ez valami olyan helyzet, mint mikor egy bűnös ott áll a bíró előtt, és bár nem érdemli meg, de mégis kegyelmet ad neki, felmenti a börtönbüntetés alól. Tehát, hogy miért nem vágyunk mi a kegyelemre? Miért nem akarunk mi a kegyelemből élni? Meg ha van egy lehetőség, amit a mennyei atya számunkra adott, egy út, egy igazság, amiben az élet maga van, akkor ezt nem lehet visszautasítani. Tovább megyünk, a következő ige, boldogok az irgalmasok. Hát ez engem mindig emlékeztet arra, hogy ez az irgalmasság, irgalmas szó, hogy egyszer egy pszichológiai szótárban megnéztem, hogy mit írnak erről. Hogy a pszichológusok tudnak-e valami jó dolgot mondani, és egyszerűen az volt odaírva, hogy a Bibliában az irgalmas samaritánus története. Hát annál jobb módon, ahogy Jézus beszélt az irgalmasságról, nem is találunk talán több példát, csak valami hasonlót, vagy megközelítőt. Tehát Isten az ember iránt irgalmat mutat. Kinek van szüksége az irgalomra? A bajban lévő emberre. Az irgalom erre vonatkozik, hogy a bajban lévő embernek az Úr irgalmat, könyörületet, megesik Isten szíve. Jézusról is olvasok, hogy látta, hogy a nép olyan volt, mint a pásztor nélküli juhok, és megszánta őket. Megesett a szíve rajtuk, és hogy az irgalmas samaritánus történetében is, hát ezt látjuk, hogy valakinek megesett a szíve a másik ember nyomorúságán, bajban lévő ember nyomorúságán, és hát Ági talán erről még többet is tud mondani. Isten neve az, hogy irgalmasság, irgalmas Isten. Nagyon gyönyörű ez a szó, mert az irgalom az arról beszél, hogy semmivel sem érdemeltem ki, hogy segítsenek rajtam, hogy segítsen rajtam. És hogy az irgalom az az Istenből származik, mert Isten olyan szerető Isten, aki megindul az embere gyarlóságain,
nagyon nehéz ezt körülírni, nyilván a pszichológiai szótárban is azért volt az irgalmas samaritánus, mert ennél jobb példa nincs. Isten irgalma a legnagyobb irgalom, hiszen Isten nincs rászorulva az emberek szeretetére, de ő irgalmas Isten, és ő valóságosan szerető Isten. És ha én Isten gyermeke vagyok, akkor én is szeretem az irgalmasságot, és ez az egész életre kell, hogy jellemző legyen. Az irgalmashoz irgalmas vagyok, olvassuk az igében, és hogy az irgalmasság az mindig olyan természetesen zajlik, amire fogalmunk sincs, előre nem fogalmazzuk meg, csak észrevesszük a nyomorúságban lévőt, az utcaporában lévőt, és le akarunk hajolni, és le is hajolunk érte. A legtermészetesebb, hogy fölsegítjük, és megosszuk azt, amink van. Van lelki irgalmasság, van fizikai irgalmasság is. Nagyon sok kollégával dolgozunk együtt a rehabilitációs intézetbe, és erre a lelkületre nagyon nagy szükség van. A főnökünk, Sándor bácsi, azt szokta mondani, ha valaki otthon hagyta a szívét, akkor ne jöjjön be dolgozni. Mert hogy az irgalmasság az az ember szívéből fakad, az egy olyan szeretet, amely nem vár viszonzást, és amely nem érdem szerint irányul arra, akinek szüksége van rá. És nagyon sokszor mégis a kollégák között is olyan kemény beszédek vannak, elfáradnak napközben, és nincsenek tekintettel arra, hogy a másik azt nem bírja el. Én úgy gondolom, hogy sokszor úgy beszélünk az embertársainkkal, hogy nem vagyunk a beszédünkben irgalmas. A lelkipásztorunk úgy tanított bennünket, hogyha az ember vissza tudja tartani a benne lévő indulatokat, akkor segít a másiknak is abban, hogy békessége lehessen, és hogy egyetértésre tudjanak jutni. Ha az ember megtanulja ezt a fajta irgalmasságot az Úr Jézus Krisztustól, akkor tud mindenképpen irgalmas lenni. Nem terhelem a másikat a beszédemmel, az elégedetlenségemmel, nem terhelem a másikat a magam problémáival, ha ő azt nem bírja el. És nagyon fontos az, hogy nem minden áron teher legyen az életünk, hanem olyanok legyünk, akik tudnak segíteni, és akarnak is irgalmasoknak lenni. Ez egy óriási nagy lehetősége a hívő embernek, hiszen ez a világ nem irgalmas, és nagyon sok irgalmatlan ember van, aki azt is leveri a másikon, amit nem ő tett. De hogy Isten irgalmas, és úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta, az ő legnagyobb irgalma, az ő fia Jézus Krisztus áldozatába lett nyilvánvaló. Az én életemért is meghalt, a tiédért is, és hogy ő azt akarja, hogy mi, a mi szívünk is megváltozzon, mint Isten gyermekei, ebbe a világba az ő irgalmasságát tudjuk közvetíteni. Én ezt nagyon szeretném, és nem mondom, hogy elértem, de igyekszem, és szükségem van a Szentlélek kegyelmére, segítségére, hogy valóban irgalmas szívű ember lehessek. Mert ha valakinek a szívében nincs ott az irgalom, akkor nem tud irgalmas lenni. Ezt nem lehet megjátszani. És hogyha várjuk Isten irgalmát, akkor Ha egy másik emberre olyan helyzetbe kerülök, hogy rám szorul, akkor nekem is irgalmasnak kell lennem, vagyis irgalmas tudok lenni. És hogy a Bibliában találunk sok olyan esetet,
amikor az emberek Istenhez fordulnak az irgalomért. Jézus is, amikor az országúton haladt, az egyik vakkoldós is így állt oda elé, ugye a görög Bibliában így van, hogy Kyrie eleison, Uram, irgalmazz nekem. Hát ez egy nagyon bátor kérés volt, hogy őt az Úr állítsa helyre, gyógyítsa meg a vak szemét, és hogy Jézus ebben is ilyen irgalmas volt, hogy visszaadta a látását. A következő boldogmondás: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Itt a tiszta szívről beszélhetnénk, hogy mit is értünk rajta, attól függ, hogy milyen mércét használunk ennek a megállapítására. Sokan úgy vélik, hogy valaki rendes ember, akkor azt mondják, hogy tiszta szívű, meg mondják, és gyakran, hogy tiszta szívemből szeretlek, meg tiszta szívemből adom, meg csinálom, és hogy Dávid külön imádkozott azért, hogy Isten tiszta szívet teremtsen benne, mert ő igazán érezte, hogy a szíve nem volt tiszta. Ugyanis hát olyan csapdákba esett, ahol beszennyeződött tetőtől talpig az élete is, hogy hogyan tisztulhat meg az embernek a szíve, mert hát nem mindenki vágyik erre, vagy esetleg úgy képzeljük el, hogy majd valami titkos hatás ér bennünket, és akkor megváltoznak az érzéseink is, a gondolataink. Vagy nagyon erősen Istentől várjuk a megtisztulást. És én a Jelenések könyvébe találtam egy igét, ami el is gondolkoztam. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ez valahogy, tudom, hogy a bárány vére tisztít meg engem, mert igazából én nem tudom soha tisztára mosni magamat. Esetleg elsírhatom a könnyeimet a bűneim fölött, de hogy nem tudok tisztává válni, hanem a Jézus vére tisztít meg engem, de itt van az, hogy egy aktív hozzáállás, hogy jövök a nyomorúságból, és megmosom a ruháimat a bárány vérébe, vagyis ezért imádkozom, ezért kopogtatok, fáj nekem, utálom már azt, hogy ronyba, mocsokba járok, és az Úrhoz járulok, mert tudom, hogy az ő vére által van a megtisztulás. És azután a megtisztult szívre jönnek az újabb feladatok, amiről most aztán nem szólok. Mindnyájunknak szüksége van tiszta szívre. Egyikünk sem mondhatja el magáról, hogy a szívét meg tudja őrizni. Jézus Krisztus az, aki megtisztítja a mi szívünket. Az ő vére azért hult, hogy megmosson bennünket. Tiszta szívvel láthatom meg Istent. Ezért nagyon szüksége van arra, hogy ne egy szürke szívem legyen. Mikor a gyerekeket a vasárnapi iskolában megkérdezem, hogy milyen a szívetek, fehér vagy fekete, akkor általában mindig van egy-kettő, aki jelentkezik, hogy ő neki szürke szíve van, se nem fehér, se nem szürke. De a szürke szívas homályosan lát. Csak a tiszta szív látja Istent olyannak, amilyen. A sötét szív tulajdonképpen... Vagyis a fekete szív. Igen, a világosság hiánya, nem látjuk a jót, nem látjuk Istent, és hogy éppen ezért van szükségünk arra,
hogy az Úr átvilágítsa a szívünket, és az ő szent lelke által meglássuk mindazt, és vágyjunk arra, hogy odaadjuk az Úrnak, hogy megtisztítson bennünket, hogy ne szűkölködjünk, hiszen ő adja a tiszta szívet. Dávid valóban így imádkozott, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ennek az igének az alapján talán mondhatjuk is, hogy a tiszta szív az erős lélek. És erre mindnyájunknak szüksége van, hogy erős legyen a lelkünk az ellenséggel, a gonosszal szemben, a sötétség erőivel szemben, de erős legyen a lelkünk a teherhordozásban, és mozdíthatatlanul álljunk Isten szeretetébe és félelmébe. A tiszta szívű embert megerősíti az Úr, és a tiszta szív és az erős lélek az együtt jár. Dávidot is az Úr megtisztította a súlyos bűneiből, és az ő lelkével betöltötte, mert az lehetetlen dolog, hogy az ember szíve megtisztul, és aztán nem tölti be Isten lelke. Akkor újra betölti a világ. Nem csak a világ, hanem a gonosz is. Hétszerte gonoszabb lesz, olvassuk az ígébe, aki nincs betöltve. Mindnyájan szeretünk az erős lelkű emberekkel együtt lenni, azokkal, akiket Isten szent lelke vezérel, akik életébe ott van Isten lelke és az Úr vezetése. Dáviddal is szívesen voltak együtt a vitézek, az emberek, Izrael népe, mert erős lélekkel volt betöltve. És ezért is van szükségünk a tiszta szívre, hogy legyen helye Isten lelkének, hogy ő betölthesse az életünket.